napot kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt képviselőtársaim! Megkezdjük a bizottsági ülésünket. Köszöntöm Szatmári Kristóf gazdaságszabályozásért felelős államtitkárokat a Nemzetgazdasági Minisztériumból, és várjuk Radeszky Jenő miniszteri biztos urat szintén Nemzetgazdasági Minisztériumból, aki a bekerülete végrehajtásáért felelős. Üdvözlök önünkben Sádor Krisztina ügyvezető elnökasszonyt és Mátés Jenő urat. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács részéről, illetve Szacskó Gyula alelnök urat az Erdélyi Magyar Néppárt részéről. Szeretném a jegyzőkön számára helyettesítéseket bejelenteni. Dr. Kovács Ferenc alelnök urat helyettesítem én, Dr. Hoppál Péter képviselő urat Csolti György képviselő úr helyettesíti, de meg is érkezett. Kőszegi Zoltán szintén megérkezett. Dr. Stágel Bence képviselőtársunkat pedig helyettesíti Kalmár Ferenc András képviselőtársunk. Így megállapítom, hogy a bizottságunk határozatképes. Közben megérkezett miniszteri biztos úr is. Köszöntöm sok szeretettel. Nem. És így akkor minden akadály elhárult, hogy elkezdjük a bizottsági ülésünket. Javaslom, hogy a napirendi javaslat elfogadása előtt, hogy a két napirendi pontot, mivel erősen összefüggő témáról van szó, két napirendi pontot vonjuk össze, és így akkor az 1-es, 2-es együtt szerepelne, és a következő napirendi pontunk pedig az egyebek lennének. Megkérdezem, hogy ezzel a kiegészítéssel a bizottság tagjai elfogadják-e a napirendi javaslatot. Kérem, hogy jelezzék. Igen, köszönöm szépen. Egyhangulag fogadtuk el. Köszönöm szépen. Az első napirendi pontnál a magyar nyelvi feliratok kérdése határon túli magyar lakta területek vonatkozásában, illetve hát a másodiknál is tájékoztató a Kárpát régió üzleti hálózat működéséről. Előadónk Szatmári Kristóf államtitkár úr, illetve Radeszky Jenő miniszteri biztos úr. Összevontuk, és akkor át is adnám a szót államtitkár úrnak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt bizottság, tisztelt részvevők. Lehet úgy mondani, a szívünknek igen kedves témáról kell itt a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről beszámolót tartani. Ugye két napirendi pont volt, és együttes tárgyalás van, de azért a mondandómban mégiscsak akkor a időrendi sorrend szerint kezdeném a kétnyelvű táblák ügyével. Ugye itt a mi információink szerint a környező határon túli területek vonatkozásában elég eltérőek egyébként a viszonyok, elég eltérő az ottani, már ahol többséget alkotnak a szlovák-román régiók, más a megítélése ezen mozgalmaknak. Mi azt tudjuk és látjuk, hogy itt alapvetően a kormányzat kettős szempontból kell, hogy ehhez a folyamathoz, ehhez a jelenséghez, támogatandó jelenséghez csatlakozzon. Egyrészt ugye itt magáncégeknek az üzleti gyakorlata folyik, amiben a kormányzat ugye alapvetően közvetve tud csak bekapcsolódni, illetve a másik kérdés az, hogy ahol egyébként civil mozgalmak ezt erőteljesen próbálják érvényesíteni, ott kérdés mindig az, hogy szerencsés-e, és hogyan Magyarországról ezt hivatali formában kérni, vagy hivatali formában támogatni, nem kontraproduktíve, hogyha a magyar állam, vagy annak szervei közvetlenül a mozgalom mögé állnak. Ugye a mi ismereteink szerint Ukrajnában alulról jövő kezdeményezés, vagy Kárpátalján ezzel kapcsolatban kevés van, így konfliktus is kevesebb van. Romániában létezik önkormányzati szervezésű mozgalom. Itt főleg arra vonatkozik az ottani mozgalom, hogy
magyar tulajdonú vagy magyar irányítású cégek magyar nyelvű alkalmazottakat alkalmazzanak. Itt folyamatos úton konzultáció van egyébként a nagy regionális magyar cégekkel. Természetesen itt is elég különböző, hiszen a több magyarság területén, Székelyföldön nincsenek kétnyelvű táblák, de másért nincsenek, mert románul nem írják ki, de mindegy, ez egy másik probléma, tehát azért mondom, hogy különböző talán egy kicsit az Erdély megítélése a szorvány és a többség tekintetében. Ugye Szerbia tekintetében is egyébként van kezdeményezés, itt valószínűleg még van teendőnk, itt egyébként kapcsolatfelvétel meg is történt a Magyar Nemzeti Tanács elnökével, és egyeztetések folynak arról, hogy hogyan tudjuk segíteni az ottani mozgalmat. Talán nem ugye a legtöbb média figyelmet kapja, és amiről nekünk is tudomásunk van, a Szlovákiában a Fontos Vagy mozgalom keretében lévő akcióknak az ügye. Itt valóban mi is konzultáltunk nagyobb magyar cégekkel, ugye akik jelezték most név nélkül azon problémát, hogy ugye alapvetően ott jelentkezik ennek az érvényesítésének a kérdése, hogy ők közvetlenül vagy szerződéses partnerek által vannak jelen a Felvidék piacán, és ugye még korábban nem volt szerződési feltétel a kinti partnerek számára, hogy a magyar nyelvi feliratot biztosítsák Felvidéken. Itt pontosan az alulról jövő mozgalom kezdeményezésére olyan ígéretet tettek, amely arra vonatkozik, hogy a jövőben megkötendő szerződéseknél már csak úgy kötnek szerződést kinti franchise partnerekkel, hogyha a kétnyelvű feliratokat ők biztosítják. De itt mi annyit tudunk tenni, és mondom, itt van egy elég vékony mesdje, ahol a Nemzetgazdasági Minisztérium tud haladni, hogy mennyire szerencsés az, hogyha mi ezt állami szinten propagáljuk, vagy állami szinten kérjük, mennyire váltja ki ez ott esetlegesen a többségieknek az ellenkezését, illetve mennyire tudunk mi itt Magyarországon hatni, és talán ebben látok egy nagyobb mozgásteret, és én annyit tudok itt ígérni ezzel kapcsolatban, hogy természetesen a kinti jelzések alapján mi megkeresünk minden olyan magyar céget, aki kint jelen van, és kérjük, hogy próbálja meg ezt a kinti, ha közvetlenül vannak kint, akkor közvetlenül a cégeiken keresztül, ha szerződéses módon, akkor meg a szerződéses partnereken keresztül érvényesíteni azt, hogy valóban magyar nyelvű feliratok minden egyébként piaci alapon működő üzletnél megjelenjenek. A másik téma az egy már sokkal inkább kormányzat közeli teendőket jelentő terület, a Kárpát-régi üzleti hálózatnak a kialakítása, amely persze szorosan összefügg azzal, hogy milyen nyelvű feliratok vannak, és egyáltalán hogy érezzük magunkat otthon gazdasági szempontból a Kárpát-medencében. És ahogy ezzel a területtel nagyon sokáig a magyar gazdaságpolitika nehezen tudott mit kezdeni. Itt egy alapvetően szemléletváltás történt 2010 után. Ugye nagyon sokáig értelemszerűen a gazdasági ügyek intézése a határon túl az ugyanolyan módon történt külkereskedelmi szempontból, mint a világ bármely részén. Na most tudjuk jól, hogy akár érzelmi szempontból is a Kárpát-medence az nem egy akármilyen külgazdasági terület, hiszen emóciókkal, érdekekkel, értékekkel, közösséggel rendelkezünk ezen területen. Ezért nem is lehet és nem is szabad ugyanúgy kezelni, ugyanolyan intézményes keretek között kezelni a határon túli területekkel kapcsolatos gazdaságpolitikát, mondjuk csak, mint akár az Európai Unió más területeit, nem beszélve arról mondjuk a fejlődő világ vagy Ázsia országai. Tehát teljesen más struktúrában, teljesen más gondolkodásba kell ehhez hozzáfogni. Ezt a munkát elindítottuk 2010-ben, ennek voltak apróbb, talán szimbolikusnak tűnő, de véleményem szerint azért a szimbólumában fontos lépések. Ilyen volt az például, hogy talán 2011 maga a Kárpát-medencével foglalkozó részleget a külgazdaságtól áttettük a belgazdaság területére.
mert logikájában minden egyébbel összefüggésben úgy láttuk, hogy sokkal inkább ehhez közelít. Van ennek egy, mondom, az emocionális megközelítés mellett van ennek egy teljesen racionális megközelítése, hogy akik ismerik a kis és közepes vállalkozásoknak a lélektanát, vagy az üzleti fejlődését, azok pontosan tudják azt, hogy amikor mi kis és középvállalkozás fejlesztéssel foglalkozunk kormányzati szinten, akkor az a cél lebeg előttünk, ez ugye több kormányprogramon meg is jelenik, hogy próbáljuk ezeket a cégeket a belpiacról a nagy globális piacra eljuttatni. De értelemszerűen, amikor egy vállalkozási forma sikeres Magyarországon, akkor a lehető legritkább esetben, bár persze vannak speciális ágazatok és speciális cégek, a lehető legritkább esetben Budapestről egyből Sánkhájba próbálgatja a szárnyait a cég, hanem értelemszerűen a legtöbb ilyen kis és közepes vállalkozás olyan területen próbálja meg a saját termékét, szolgáltatását, tudását eladni, ami a legközelebbi a belpiachoz. És ugye ez az életpálya szerint az első lépcső az a Kárpát-medence. Tehát amikor egy magyar cég elér egy bizonyos szintet, akkor értelemszerűen először Erdélyben, először Vajdaságban, először Szlovákiában, Horvátországban, vagy Kárpátalján keres üzleti partnert, próbálja ki magát. És utána, ha ott is sikeres, ott is egyébként először ugye kedvező módon, anyanyelvi szinten és minden egyéb tekintetben megtalálja számítását, és már föl tud mutatni lényegében külpiacot, de mégis azért magunk közt ez csak félig külpiac, ez inkább egy kicsit ilyen határon túli belpiac. Ha itt is sikeres, akkor utána lép ki a nagy nemzetközi piacra, vagy először az Unióba is utal. Tehát amikor mi a Kárpát-medencéről beszélünk, akkor nem majd a gazdasági tér szervezéséről beszélünk, akkor természetesen azon túl, hogy véleményünk szerint a mindenkori magyar gazdaságpolitikának kötelessége a határon túlon intézményeket fönntartani, kötelessége a határon túli magyar vállalkozásokat bekapcsolni, integrálni a magyar nemzetgazdasági stratégiába. Van egy racionális oka is, hogy próbáljuk sokkal inkább a belpiachoz hasonló kis és középvállalkozási fejlesztési modellben értelmezni a Kárpát-medencét. Ugye ennek a gondolkodásnak a következő és talán legfontosabb lépése volt, hogy kiemeltük a Kárpát-medencét a klasszikus korábbi külgazdasági intézményrendszerből és gondolkodásból, és tavalyi év elején elindítottuk a Kárpát régió üzleti hálózatot, aminek, mondom, többes célja van. Az egyik célja az, és ez a nemzetpolitikából következő cél, hogy a magyar gazdaságpolitika legyen ott intézményesen a határon túl. A határon túl élő magyar állampolgárok, vagy azok cégeinek ne kelljen átjönni a határon ahhoz, hogy be tudjanak menni egy olyan irodába, ahol lényegében a magyar gazdaságpolitikából jövő információkat, gazdasági kapcsolatokat, tudást megkapják, hanem ezt a határon túl is meg tudják tenni. De van ennek egy oka a magyar cégek oldaláról is, a hazai kis és tehát a belföldi hazai kis és középvállalkozások oldaláról, ami arról szól, hogy segítsük őket abba, hogy ez az első lépést, ami a mai Magyarország területéről való kilépésben jelentős célpont, tehát a határon túli területeken legyen ugyancsak magyar gazdaságpolitikai végpont, intézményi végpont, hogy ezekbe az irodákba bemehessen, információt kaphasson és egyéb. És van egy harmadik feladata is ennek az üzlethálózatnak, az lényegében ugyancsak a határon túli területeken eltérő intenzitásban, de részt vesznek ezek az irodák az ottani magyar közösségek gazdasági terveinek kidolgozásában, gazdaságpolitikai elképzeléseinek megalkotásában. Ugye erre a legjobb példa az Erdély irodahálózat, ahol a kinti munkatársak részt vettek, segítettek a Mikó Imre terv összeállításában, a hazai tapasztalatokat összegyűjtve a kinti erdélyi magyar közösségek szervezeteivel együtt alkották meg ezt a tervet, és ugyanez a feladat, vagy ugyanez a felajánlás egyébként áll a többi határon túli területre is. Vajdaságban már elindult ezzel kapcsolatban egy együttműködés, de ugyanígy ez az iroda nyitott Kárpátalján, vagy Felvidéken is ezeket a konzultációkat, ezeket a tapasztalatokat átadni.
De ezen kívül ugye foglalkozik ez a cég, és azért ezt nem árt megjegyezni, közvetlen, klasszikus gazdasági kapcsolatok fejlesztésével, fórumok szervezése, üzleti partnerek szervezése, től kezdve nagyon sok mindenen, és elég komoly igény is van rá azoknál az irodáknál, amik már megnyitottak. És akkor, hogy mit, hol tartunk most? Ugye jelen pillanatban 9 iroda működik a határon túl, 4 Erdélyben, már a tavalyi év, még az első felében, valamikor május-június környékén megnyíltak, Sepsiszentgyörgyön, Udvarhelyen, Kolozsváron és Nagyváradon. 2 iroda nyílt a Vajdaságban, Szabadkán és Újvidéken, megnyílt Ungváron az iroda, illetve most nemrégiben Kassán és Dunaszerdahelyen nyílt iroda, és további előkészületek vannak egyébként Eszéken és Lendván az iroda megnyitására. Amit talán még 2 pontot, hogy ne húzzam nagyon hosszan a bevezetőt, 2 pontot említenék még meg. Az egyik az az, hogy itt egy pontosan a dolog érzékenysége miatt egy olyan megoldást választottunk az irodák működésére, hogy nem közvetlenül a magyar állam, vagy nem közvetlenül a HITA tartja fönt ezeket az irodákat, hanem a vegyeskamarai, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által létrehozott vegyeskamarai rendszeren keresztül üzemeltetjük ezeket az irodákat. Ennek vannak egyébként költséghatékonysági hozadékai is, de van egy olyan hozadék, hogy próbáltuk a lehető legközelebb vinni ezeket az irodákat a valódi vállalkozókhoz, akik ezek ebben a kamarákban működnek, azokhoz a vállalkozókhoz, akik nap mint nap üzletelnek úgymond a két ország között. Ez egy jól működő modellnek tűnik. Ennek a legutolsó lépése, hogy ezt az egész intézményrendszert próbáljuk megszilárdítani, az ugye arról szólt, hogy idei év januárjától ezek az irodák lényegében egy kis átmenet után egy a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által közösen létrehozott cég vezetése alatt, vagy koordináció alatt fognak működni, pontosan azért, hogy azt elérjük, ami az alapcéla volt, és az alapvíziónk volt, hogy lényegében Udvarhelytől Dunaszerdahelyig, ha egy vállalkozó bejön az irodákba, akkor megkapja az információkat egymásról. És ugye ennek az a plusz hozzáadott érték, hogy nem bilaterális módon vannak információk. A Dunaszerdahelyi iroda nyitón egy egyébként udvarhelyi faipari cég képviselő jött el, mert Pozsonyba akarnak irodát nyitni, és tudták, hogy az irodahálózat működik, és kértek segítséget, hogy munkatársaktól, jogi tanácsadáson keresztül sok minden működik a rendszer. És egyébként a terveink között, de nem akarom miniszteri biztos úrtól elvenni a szót, további irodanyitások is természetesen a financiális helyzettől függően lebegnek, akár a Kárpát-medencében, de mivel, és itt a név azért talán fontos, és ezzel fejezném be, hogy miért Kárpát régió, mert mi valóban úgy gondoljuk, hogy előbb-utóbb a Kárpátok bércein túl is kell, hogy a tekintetünk kijusson, és például a külügyminisztériumban folytatunk egyeztetéseket arra, hogy Krakkó, Brno és a Kárpátok régiójában valójában ott is ez a hálózat valamilyen módon megjelenjen, hiszen amikor arról beszéltem, hogy a hazai, vagy úgy mondom, hogy a kárpát-medencei magyar állampolgárok tulajdonában lévő vállalkozások üzleti teréről beszélünk, akkor itt már megjelennek a Kárpátokon túli területek is. Tehát azt mondom, hogy elég vegyes, feladatokkal bíró irodahálózatról van szó, de egy olyan stabil pontról, ami a nemzet politika és a nemzet gazdaság szempontjából nagyon fontos feladatokat tud ellátni a jövőben is, és most is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Miniszteri biztos úr kívánja kiegészíteni az elhangzottat. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt bizottság. Én köszönöm a megtisztelő meghívást, és csak remélem, hogy bizonyítani tudom, hogy a Kárpát-medencében jobban kiismerem magam, mint a házban, ami a kicsit a késésemnek is az oka volt, hogy nehezen találtam ide. Államtitkár úr,
kimondottan a Kárpát-régi üzleti hálózat filozófiáját és gyakorlati teendőit mondta el. Én azonban ha kapnék 5 percet, akkor egy kicsit azért behelyezném abba a kormány stratégiába, aminek a végrehajtásáért kaptam ezt a megtisztelő megbízást, hiszen a Magyar Gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája, a Vekerle terv, az ugyan kimondottan magyar gazdaságpolitika célokat szolgál a megfogalmazás szerint, azonban nem titkoltan nemzetpolitikai céljai és feladatai is vannak. Már csak azért is, hiszen az, ami jó a magyar gazdaságnak, az jelen esetben egy fejlesztést eredményez a nemzethatárokon belül, az államhatárokon kívül, ami segíti az ottani munkahely teremtéssel a megmaradást, és összességében a nemzeti célokat is szolgál. De ugyanakkor nagyon fontos megállapítani, hogy a harmadik cél is megvalósul, hiszen ez nem ellentétes az Európai Unió céljaival, hiszen a regionális integrációs fejlesztés az egy alapelv az Unióban, a KKV-k megsegítése az meg szintén egy kiemelt cél. A Vekerle terv tehát, a Magyar Gazdaság Kárpát-medencei működési elősegítő stratégiai terv alapvetően Európai Uniós alapelveken nyugszik, nemzetpolitikai céloknak is megfelel, és egyben a magyar gazdaság növekedés politikájának egy nagyon fontos eszköze. Ugye azt is lehetne mondani, ha megengedik ezt a szójátékot a Nemzeti Összetartozás Bizottsága előtt, hogy a Vekerle terv az tulajdonképpen a gazdasági összetartozásnak a programja. Így is hirdetjük, hiszen ebben a térségben működő vállalkozások minél szorosabb együttműködése, ez nagyon-nagyon fontos, több szempontból is alátámasztható stratégiai cél, hiszen abban a megjelent programban, amit gondolom, hogy a képviselők a kormányprogramban jól ismernek, ez benne foglaltatik. A államtitkár úr egyértelműen elmondta, hogy a terv társadalmasítása befejeződött, elindult gyakorlatilag a végrehajtás, és a végrehajtásban valóban az intézményi rendszerben a Kárpát-régi üzleti hálózat az egy nagyon fontos intézményi rendszer. Egy kissé azt is lehet mondani, hogy az időközben átalakult termékekhez egy beszállítóként működik, nevezetesen a most elinduló kereskedőháznak akar partnereket és üzleteket a közvetlen a területről felhajtanítva a magyar piac kapcsolatteremtéséből. Nagyon fontos, hogy olyan fejlesztési projekteket találjon, generáljon az üzlethálózat a nemzethatárokon belül, magyar lakta teleteken, ami az Exim Bank részéről finanszírozható, ezáltal kinti fejlesztés jön létre, illetve magyar gazdaságpolitikai cél, hiszen magyar beszállítót lehet ezzel a lépéssel helyzetbe hozni. És a harmadik terület pedig, ami nagyon fontos a magyar gazdaság szempontjából, hogy induljon meg a magyar vállalatok növekedése, akár tőkeexporttal, akár vállalat felvásárlással, és ebben a tekintetben a Corvinus ZRT-nek vagyunk egy stratégiai partnere. A Kárpát-régió üzleti hálózat tehát egy kihelyezett olyan beszállítója a magyar gazdaságpolitikának, amelyik nagyon gyorsan és hatékonyan eredményes tud lenni. Államtitkár úr hagyott nekem egy csemegét, amit ugye itt én gondolom, hogy bejelenthetek, hiszen ennek a Kárpát-régi üzleti hálózatnak az egyik legfontosabb feladatának tartjuk ebben az évben, hogy létrehozzuk a Vekerle vállalkozói köröket. Azokon a teleteken egyébként, ahol az iroda hatótávolságában elér, ezek a vállalkozói körök az ottani nemzeti gazdasági erőknek az összetartozását próbálja hivatni, illetve kapcsolatot teremteni a hasonló magyar szervezetekkel. Ez hasonlóképpen kíván működni mondjuk, mint a Szél Kálmán alapítvány rendezvényei, vagy más vállalkozói körök, de nem akarjuk igazából ehhez nevesíteni, azt mondjuk, hogy Vekerle vállalkozói körök, amelyek egyértelműen a gazdasági összetartozásnak a formáját akarják segíteni, és ez ebben az évben mindegy
egyik területen elindul. Én remélem, hogy ez egy sikeres területe lesz. Nagyon fontos intézményi rendszere, hogy már tavaly bevittük a Magyar Termék nagydíj vándorkiállítást a Kárpát-medencébe, ezzel részben az arra méltó magyar termékek szolgáltatásoknak a bemutatását szeretnénk elérni, de ugyanakkor fel akarjuk tárni a határon túli nemzethatárokon belül élő magyar vállalkozásoknak a hasonló szintű és erre méltó termékeit, remélhetőleg, hogy lesz Kárpát-medencéből is olyan magyar termék, ami egyébként aztán egy regionális együttműködést segíthet. Én úgy gondolom, hogy ebben az évben határozottan számíthatunk már hatékony és számokkal is mérhető eredményre. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen államtitkár úr, illetve miniszteri biztos úrnak a kiegészítését, tájékoztatását. Szeretnék idézni egy 2012-ben megjelent tanulmánykötetből néhány sort, mégpedig a Magyar Nyelv Jogi Helyzete Szlovákiában című Fiala Butora János tanulmányából. Ez a nyelvre vonatkozó, illetve hát az üzleti világban használt magyar nyelvről ad számunkra érdekes tájékoztatást. Érdekes módon a csak szlovák nyelvű feliratok használatában élen járnak egyes magyarországi székhelyű vagy érdekeltségű cégek. Az OTP Bank például közismerten nem használ magyar feliratokat. Például a magyar szülőknek szóló Betlen Gábor alappal kapcsolatos számlanyítást is szlovákul hirdeti a 88%-ban magyarok laktag után. Hasonlóan a MOL tulajdonába tartozó Slovnaft benzinkutak is csak szlovák nyelvűek, pedig Dél-Szlovákiában számos helyi benzinkút teljesen kétnyelvű. A Győri Árkád is szlovák nyelven hirdeti magát a csallóközi magyaroknak. 2012 tavaszán nagy vihart kavart a sajtóban a Norbi Update cég esete, amelynek tulajdonosa a sajtóban sértegette a kétnyelvű Dél-Szlovákia mozgalom aktivistáit, és fejtette ki, hogy miért nem fog cége magyar feliratokat használni a szlovákok országában. Indoklásul a magyar cégek általában a nyelvtörvényt jelölik meg. Jogi osztálya rendelkező és megbízott ügyvédeket foglalkoztató nagy cégek esetében ez inkább tűnik hamis ürügynek vagy tévedésnek. Ezzel szemben szeretném elmondani, hogy az Orci úton, a 8. kerületben például van egy MOL kút, ahol kínai felirat van a kútfejen magán. De elmehetünk francia tulajdonú üzletlánchoz, vagy más egyéb nemzetközi magyarországi, vagy Magyarországon működő céghez. Mindenhol megtaláljuk a tulajdonos cég nyelvén a kiírásokat. Ezzel szemben mi például, és ez már mondjuk nem csak üzleti világ, hogy az OTP az oktatási nevelési támogatást igénylő szülőknek csak a szlovák nyelvű űrlapot adja oda, hiszen a BGN keresztül a magyar állam, illetve a kormány nyújtja ezt a támogatást minden szlovákiai magyar vagy magyar tannyelvű óvodásnak, illetve iskolásnak, és így már azért nem csak az üzleti világ érintett. Azt gondolom, hogy teljesen jogos az, hogy ez az ottani magyarokat, illetve hát nyilvánvaló, hogy az itthoniakat is felháborítja. Ezért is gondoltunk arra, hogy mindenféleképpen kérjük államtitkár úrnak a támogatását, segítséget abban, hogy a magyar többségi tulajdonban lévő cégek ettől a gyakorlattól lehetőleg szabaduljanak meg, és minél előbb a magyarok számára magyar nyelven is várjanak, lehessenek elérhetőek. Ebben a mozgalomban egyébként éppen Szlovákiában a legismertebb
a kétnyelvű Dél-Szlovákia mozgalom, amely létrejötte után néhány hónappal már rendkívül ismerté vált, és jelentős eredményeket ért el a működése által, matricák kihelyezésével, óriás plakátok elhelyezésével, feliratok elhelyezésével veszi rá arra az üzleti világ, illetve a cégeket, nem csak magyarokat, hanem általában Dél-Szlovákiában működő cégeket, önkormányzatokat, egyebeket, akik szélesebb közönséghez jutnak el, hogy a magyar nyelvű feliratokat is használják. Ezért gondoltuk azt, hogy mindenféleképpen a bizottságunk napirendjére tűzzük ezt a kérdést, hiszen ez nem csak nálunk hangzott már el, hanem megjelent a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumán, illetve szakbizottsági üléseken is többször elhangzott problémáról van szó. Kijelzett ülésünkön szintén megjelent Dél-Szlovákiában, amikor Évkomáromban tartottuk ezt a kijelzést ülést. A Vekerle tervről, illetve a Kárpát régió üzleti hálózat működéséről a bizottságunk tagjai nyilvánvaló, hogy üdvözlik ennek a létrejöttét, hiszen ez egy olyan hiátus tölt be, amely az előző évtizedekben nem működhetett, sőt hasonló gondolatról sem volt szabad álmodni, és nagyon jó az, hogy a Kárpát-medencét a magyar kormány nem csak nemzetiségi, illetve nemzetpolitikai szempontból, hanem gazdasági egységnek is ítéli meg, gazdasági egységként kezeli, hiszen az elmúlt 1000 évben ez egy gazdasági egység volt, és ma is ezek a területek, illetve ezeknek a területeknek a lakosai 1000 szállal kötődnek egymáshoz minden vonatkozásban, így nyilvánvaló az, hogy üzletileg, gazdaságpolitikailag is, és amiket Trianon szétvágott, az előbb-utóbb, főleg 1989-90 után próbál újra összekapcsolódni, és ez az összekapcsolódás 2004 után, az uniós csatlakozás után még erőteljesebbé vált. De az is nyilvánvaló, hogy a szétfejlődés is elindult, illetve zajlik az elmúlt 100 évben, ezért is kell az, hogy a magyar kormány a folyamatokban beavatkozzon, és ezeket a folyamatokat, ezeket a pozitív fejleményeket erősítse, illetve az összekapcsolódást segítse. Nyilván ennek az elsődleges célja vagy állomása az, hogy a kis és középvállalkozásokat segíti, és próbálja meg eljuttatni a volt magyar területek felé, és az ottani magyar gazdasági szereplőkkel próbálja meg összehozni. Ennek a megvalósulását segíti maga a Vekerle terv. A tavalyi évben mi többször kezdeményeztük azt, hogy a költségvetésben is, költségvetési törvényben is a Vekerle terv jelenjen meg önálló soron. Legyen a terv mellé írva önálló összeg, amiből egyáltalán ezt a folyamatot tudjuk segíteni, és ne különböző fejezeteknél, minisztériumoknál kelljen keresni erre pénzösszegeket, hogy esetlegesen ezt tudják támogatni. Ezért, mivel most még jó előre vagyunk, február van, február vége van, mindenféleképpen már most jelezzük azt, hogy a következő évben a költségvetési törvény elkészítésénél, törvényjavaslat elkészítésénél önálló soron szerepeljen a Vekerle terv, illetve a Mikó terv, amely ugye ennek a székely, illetve erdélyi változata. Hiszen nagyon jól tudjuk azt, hogy ha önálló pénzösszeg nem szerepel mellette, akkor tervekről tudunk csak beszélni, a megvalósulása nagyon csak nehézkessé válik. Tisztelt képviselőtársaim, kiknek van kérdése? Csóti György képviselő. Köszönöm a szót, elnök úr. Szeretném folytatni a gondolatmenetet, amit elnök úr a kétnyelvű feliratokkal kapcsolatban kifejtett. Hozzáteszem, hogy nem csak a kétnyelvű feliratok, hanem a magyarul beszélő eladók és ügyintézőkről is szó kerül legyen itt.
Államtitkár úr azt mondta, hogy felvetődik a kérdés, hogy esetleg kontraproduktív-e, hogyha állami szinten valamilyen közvetlen vagy közvetett beavatkozást eszközölünk. Én úgy gondolom, hogy nem. Szakítani kell azzal a gyakorlattal, ami 23 év alatt semmi eredményt nem hozott, hogy tekintettel vagyunk szomszédaink érzékenységére két okból. Egyrészt meg ők sincsenek soha, legalábbis tisztelt a kivételnek, ők sincsenek tekintettel a mi érzékenységünkre, de a másik, még ennél is talán fontosabb, hogy semmi eredmény nem hozott a visszafogott érzékenységre tekintettel lévő politika. És miről van itt szó a kétnyelvű feliratoknál és a kétnyelvű előadók és eladók és ügyintézők vonatkozásában? Hát a cégeknek üzleti érdekük, hogy beszéljenek azon a nyelven, ahol a közönség nagy része vagy többsége azt a nyelvet beszéli. Folytatom a példákat, de csak kettőt mondok. Donovalin, ahol szinte csak magyarok sielnek, a magyar feliratok, ha voltak is, eltűnnek. Ugyanakkor Magyarországon a wellnessszállodákban ugye oroszul meg németül is ugye ki vannak írva a dolgok, de Murauban, Ausztriában magyarul vannak írva. Tehát üzleti érdek. Nyilvánvaló, hogy ez az üzleti érdeket azért nem érvényesítik, mert a magyar ellenes politika ezt gátolja, vagy igyekszik meggátolni. Tehát semmiféle érzékenységre nem kell tekintettel lenni, és még hozzáteszem azt is, hogy ezek a cégek, ezek a üzletláncok, vagy a MOL, vagy az OTP és mások többnyire magyar állami segítséggel, logisztikai segítséggel, külképviseleti segítséggel, stb. Kerülnek erre a piacra. Tehát vagy informálisan, vagy akár formálisan el kell várni tőlük a kétnyelvűséget a feliratokban is, meg a beszédben is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, csak annyival egészíteném két sorolta wellness szállókat. Szlovákul is mindenhol, Hajdúszoboszló, Miskolc, Eger, Esztergom, stb. Komárom. Mindenhol jól felfogott üzleti érdekük a vállalkozóknak, illetve a szálloda tulajdonosoknak, hogy ezeket megjelenítsék ezek a nyelveken is. Igen? És elnézést kérek, ne udvariatlanságról megyek el, de 12-kor kezdődik a külügyi bizottság ülése, a szavazások lesznek, ezért fogok elmenni, és ezért szíves elnézést kérek. Köszönöm, Szávai képviselő. Köszönöm szépen, szívembe beszélt képviselőtársam, szerintem jobbikos felszólásnak is elment volna, de... Ez egy normális. De ezzel nem képviselőtársamat akarom kellemetlen helyzetbe hozni, hanem megerősíteni tényleg azt, amit elmondott, és egyébként amely dolgokra mi azért már számos alkalommal felhívtuk a figyelmet, és nagyon örülök, hogy ha van valami elmozdulás, vagy legalább az elmozdulásnak a szándéka a kormányzatnak a politikájába ilyen szimbolikusnak tűnő, de valójában a szimbolikonak azért túlmutató kérdésekben. Az egy-két apró adalékot agyszabadjon. Államtitkár úr valószínűleg nem tette volna, amíg én megteszem, mert szeretném kiemelni, hogy itt a CBA-ról volt szó, vagy volt utalás, amely kapcsán én Orbán Viktor miniszterelnök úrhoz is fordultam egy néhány héttel ezelőtt felhívni a figyelmet. Itt erre a három nagy cégre, kifejezetten az OTP, a CBA és a MOL gyakorlatára, amelyek egyfajta, valahol Magyarországot is szimbolizálják nyilván az elcsatolt területeken, és játszanak ezek a cégek azokra az érzelmekre, vásárlói attitűdökre is, amelyek hát nyilván Magyarországgal azonosítják őket. Mi pontos kimutatást csináltunk, ezt nagyon szívesen rendelkezésre bocsájtom, de egyébként a neten is könnyen utána járható, hogy a cégeknek milyen nyelvűek a honlapjaik, rendszerint csak egynyelvűek. Megpróbáltuk felhívni minden országban mindegyik cégnek az ügyfélszolgálatát, rendszerint nem tudtak egyébként magyarul. Az, hogy ebből téma lett annak idején, én magam is nyilván azért vittem ezt az országgyűlés elé, mert nagyon sok civil szervezet már nagyon komoly és hatékony munkát fejtett ki ezzel kapcsolatban, államtitkárul is kiemelt, vagy mozgalmatest magam is szeretném megtenni, ugye a boldogi olivérék küzdenek ezért a kérdésért Dél-Szlovákiába, és hát a helyzet annál is inkább tarthatatlan volt, mert miután a Tesco nagyon szívesen állt rendelkezést, hogy a Dél-Szlovákiában megnyíló üzleteit konkrétan a fontos, hogy mozgalomnak az aktivistájával együtt járták be és nézték meg, hogy mindenhol megfelelőek a kétnyelvű kiírások, ezért is nagyon örültünk, hogy a CBA ezt a nagyon fontos lépést megtette, és ez jól is le is jött a sajtóba a közvény számára, és világossá vált, hogy ez a cég ezt a kérdést fontosnak tartja a franchise szerződések megújítása kapcsán. A
Én azt szeretném kérdezni, hogy milyen lehetőségek, esélyek vannak arra, hogyan lehet, van-e egyáltalán eszköz a kormánynak az adópolitikában található erre eszköz, illetve van-e önöknek erre valamilyen elképzelése, hogy hogyan lehet egy magyarországi céget, legyen az akár állami tulajdonban, vagy részben állami tulajdonban, vagy amennyiben magántulajdonban van, nyilván ez egy különböző kérdés, mi ezt nagyon fontosnak tartanánk, hogyan lehet ezeket a cégeket bármilyen formában ösztönözni arra, hogy egyrészt, ha már valahol befektetni akarnak, akkor lehetőség szerint a magyar lakteterületeken fektessenek be, ha ott befektetnek, akkor magyar embereknek adjanak munkát és megélhetést. Lehetetlen helyzet az, hogy ezeknek a felsorolt cégeknek, és most nem mondom a példákat, mert tudnék számos példát mondani, a bankfiókjaiban meg a benzinkutyain nem beszélnek magyarul. Egyetlen egy alkalmazott sincsen egy olyan városban, ahol egyébként van 6-8 ezer magyar, és nevezett cégnek a helyi egységében senki nem tud magyarul, holott ez egy magyar családnak megélhetést, munkát és kenyeret biztosíthatna. Milyen eszközökkel lehet ezeket a vállalatokat, cégeket arra ösztönözni, hogy befektessenek, magyar nyelvű vagy magyar munkahelyeket hozzanak létre? Nyilvánvalóan itt felmerül a kérdés, és ezt már olvastam is ezzel kapcsolatban, vagy az aggódás, hogy jaj, hát diszkrimináció, meg unióba vagyunk, meg stb. Nagyon egyszerű a kérdés, nyilvánvalóan nem lehet nemzetiségi alapon a munkavállalókat diszkriminálni, ez teljesen egyértelmű. Ugyanakkor én úgy gondolom, hogy egy magyar cég az nyugodtan megkövetelheti a magyar nyelvtudást a munkavállalás feltételeként, szerintem ebben Európában sincsen semmilyen új vagy szokatlan. Gondolkodtak-e ezen, vannak ezzel kapcsolatban ötletek vagy elképzelések, amennyiben igen, akkor azt mindenképpen üdvözölnénk. És hogyha bármilyen ilyen kérdésben, mi nagyon sok információ befut hozzánk, illetve adott panaszok, ha ezzel kapcsolatban van milyen stratégia kezd kijelölődni, akkor mi ebben nagyon szívesen együttműködünk, és hozzánk érkező információkat nagyon szívesen megosztjuk azokkal, akik ezekkel a kérdésekkel az államigazgatásban foglalkoznak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, ha jól látom, Kőszegi Zoltán képviselő. Elkészül Kalmár fel. Köszönöm szépen, szólt elnök úr. A Halva Szávai képviselőnek a megszólalását, felszólalását annyira normális felvetések voltak benne, hogy akár fideszes hozzászólás is lehetett volna. De azt hiszem, hogy ebben a bizottságban ez így normális, hogy ezekben a kérdésekben valóban egy hangot tudunk megütni. Én szeretnék néhány dolgot felvetni, illetve lenne néhány észrevételem is és kérdésem is. A magyar feliratokkal kapcsolatban már korábban is jeleztem, hogy például Szobátán egyre jobban előralkodik az, hogy szinte már csak román feliratok vannak, és döbbenetes az, hogy Szobátán az a működő kis vasút, az román kézben van, és mi nem tudtuk elérni azt, hogy mondjuk egy magyar vállalkozás vette volna mondjuk a kezébe, és működtetné, vagy működtette volna. Donavalival kapcsolatban van egy konkrét megjegyzésem is. Az én hozzászólásom elsősorban ebbe az irányba menne el, az önkormányzatok, a magyar önkormányzatoknak a szerepe, feladata ebben a kérdéskörben szerintem hangsúlyozottan meg kellene, hogy jelenjen, és ezt szeretném is a miniszteri biztos úrnak is, illetve államtitkár úrnak is a figyelmébe ajánlani. Nekünk testvérvárosunk Besztelce bánya, és ezen a kapcsolaton keresztül mi most azon dolgozunk, hogy Donavaliban valóban a részben az üzleti értekek miatt is, és a jó kapcsolatokra hivatkozva megjelenjenek a magyar feliratok. Itt már konkrét lépéseket is tettünk, tehát az önkormányzatoknak akár a meglévő kapcsolatrendszeren keresztül egy jó diplomáciai belépője lehet, tehát lehet lépni. Ez kormányzati eszközökkel egyébként szerintem nagyon nehéz elérni, hogy kikényszerítsük azt, hogy magyar feliratok legyenek. Esetleg mondjuk a magyar tulajdonú cégeknél könnyebb lehet, de általában szlovákoknál vagy románoknál elérni szerintem itt a jó kapcsolatokra kellene építeni, és itt az önkormányzatok szerepét szeretném kiemelni például egy másik kérdésben, ugye a keleti nyitás programját a kormány meghirdette. Nekünk számos kapcsolatunk van, most éppen egy üzbegisztáni kapcsolaton dolgozunk, egy széles delegációt fogadtunk Fergana megyéből, ahol a megye alelnöke és több hatalmas cégnek a vezetője, igazgatója volt itt 4 napon, 5 napon keresztül vendégül láttuk őket. És jó lenne, hogyha, vagy szeretnénk, hogyha ebben nagyobb segítséget kapnánk. Itt a keleti nyitás kapcsán nem csak a magyar-üzbék kapcsolatok miatt, hanem akár az erdélyi magyar
többségű megyéket is rá lehetne erre fűzni. Tehát a mi kapcsolatainkat, ez például a közép-ázsiai térségben, hogyha már két ország területén, Romániában, Magyarországon, vagy akár Szlovákiában is tudunk partnereket ajánlani, és egy ilyen füzérként tudnánk kiajánlani a mi kapcsolatrendszerünket, akkor szerintem még vonzóbbá válhatnánk. Én erre szeretném felhívni a figyelmet, ez egy működő, élő, elindult kapcsolat, és kérném is, hogyha ebben a minisztériumból, vagy akár a miniszterelnökségről segítséget kaphatunk, azt megköszönöm, és mi is felajánljuk ezt. Már csak azért is, mert például Dabas a testvérvárosában az előző kormányzati ciklusban segítséget ugyan nem kaptunk, kértünk, de nem kaptunk, megvásároltunk egy céget, egy panziót működtetünk, és így 10 embernek adunk munkát egy olyan térségben, erdővidéken, ahol a szülőföldön maradás rendkívül nehéz. És hát nem kaptunk hozzá segítséget, mi ezt felvállaltuk. Én úgy gondolom, hogy legalább több száz, de akár 1000 olyan önkormányzat is helyzetbe hozható Magyarországon, hogyha ez van kormányzati szándék és támogatás, hogy a kapcsolatrendszerükön és a szándékukkal együtt, kapcsolatrendszerükön keresztül és a szándékokkal együtt szerintem nagyon sok helyen megvethetnénk a lábunkat, és sok olyan céget hozhatnánk létre, vagy vásárolhatnánk ki működőképes gazdasági egységeket, amivel a szülőföldön maradást, munkahelyteremtést, a magyar-magyar kapcsolatokat tudnánk erősíteni. Én itt az önkormányzatok szerepét hangsúlyozottan kiemelném. És hát itt elsősorban miniszteri biztos úrnak szeretném mondani gondolatébresztőnek ezt az üzbég kapcsolatot, akár a Vekerle tervnek egy ilyen kiegészítő ágaként is. És hát azt szeretném, hogyha az előző kormányzati ciklussal szemben, most itt még van ebben a kormányzati ciklusban még egy, mondjuk azt, hogy egy jó bő évünk, hogy ezen a területen valóban a szavak és a tervek és a programok mezejére most már a tettek is lépnének, és valóban igazolnánk és bizonyítanánk azt, hogy a magyar-magyar kapcsolatok területén, gazdasági téren is eredményeket tudunk elérni, és hát ezen keresztül pedig akár a keleti nyitáshoz kötődve kihasználhatnánk azokat az önkormányzati kapcsolatokat, amik már esetleg működnek már évek óta. Köszönöm szépen, talán mindent említettem, amit szerettem volna. Köszönöm szépen, Kalmár Ferenc képviselő. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt államtitkár úr, tisztelt kormány, biztos úr. Én rövid leszek, mivel sok minden már elhangzott. Én arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy vannak nagyon dicséretes önkormányzati, és itt csatlakozok kollégámhoz, aki az imént elmondta, hogy az általa vezetett önkormányzat erdővidéken, Barót környékén valahol üzemeltet egy panziót. Viszont vannak nagyobb volumenű ilyen jellegű üzletek, és ezt valahogy segíteni kellene, és ösztönözni például nyíregyházi önkormányzathoz tartozó cég vízmű üzemelteti Beregszászon a vízműveket. Akkor Debrecen Nagyszalonta. Úgy tudom, hogy Zalaegerszeg, Udvarhely. Szekszárd délvidéken, erről nem tudtam. Ezt valahogy lehetne segíteni és ösztökélni, hiszen azt tudjuk, hogy a közszolgáltatások az egy majdnem, hogy egy monopol helyzet és egy monopol biznisz, és stratégiailag is nagyon fontos. Nagyon fontos. A másik, amit szeretnék inkább kérdésként feltenni, hogy például ott van, én szegedi vagyok, hát a délvidéken, Szerbiában a privatizáció még nem ért véget. Hogyan tudnánk, és ezt már évek óta mondom, a gazdasági kamarának is mondtam, hogy valahogy kellene segíteni a magyar vállalkozókat, hogy kapcsolódjanak be a délvidéki privatizációkba. Állnak parlagon üzemek, de üzletek is. Jöttek olyan ajánlatokkal Szegedre, hát magyar vállalkozók, de hogy Belgrádba, mondták, hogy Belgrádba, a belgrádi Váci utcán komoly üzletek ki vannak írva
pályázatra privatizálandó cégekként, és hát várták volna, hogy magyar cégek jelentkezzenek. Ez már nehezebb dolog mondjuk Romániába vagy Szlovákiába, ahol a privatizációt azért többé-kevésbé már befejezték, de hát ott is azért még maradtak lehetőségek. Ukrajna az egy nehezebb terep, de ott is meg kellene próbálni. Azért mondom, hogy nehezebb terep, mert ott a fekete gazdaság, hogy finoman fogalmazzunk és ne mondjunk mafiát, az keményen beleszólhat ezekbe a dolgokba. Érdekelne, hogy hogyan látják, és milyen adataink vannak, hogy mennyi a magyar tulajdonú vállalat határon túl a Kárpát-medencébe. Legyen az magyarországi magyar kézbe, vagy határon túli magyar kézbe, az mindegy, csak magyar tulajdonú legyen. Köszönöm. Bocsánat, még volna egy mondatom. Példával, még egy példát szeretnék mondani, amit Csóti képviselő úr itt mondott, hogy Muraóban magyarul vannak kiírva a dolgok. Hát kérem szépen, engem tavaly nyáron lepett meg kegyetlenül egy telekommunikációs cégnek a reklámja olasz autópályán, románul volt. Köztudott, hogy nagyon sok román vendégmunkás van Olaszországban, román nyelvű hirdetés olasz autópálya. Köszönöm szépen, alelnök asszony. Szépen, kormánybiztos úr, államtitkár úr, tisztelt elnök úr, képviselő társaim. Engedjék meg, hogy én alapvetően inkább a Kárpát-medence, mint a régió uniós versenyképességével és azokkal a kérdésekkel foglalkozom, ami az előző éveknek az ez irányú tapasztalatait jelentik, hiszen az elmúlt években azért volt egy vállalkozásfejlesztési irodahálózat, volt a panonforrás, mint intézményrendszer, ami alapvetően ezeket segítette. Az első kérdésem arra vonatkozna, hogy ezeknek mi lett a sorsuk, és alapvetően azok a szakemberek, akik ebben dolgoztak, ő rájuk számítanak a következőkben. Teszem ezt azért is, mert kormány biztos úr ugye említette, hogy alapvetően a végrehajtás, ami az egyik legfontosabb kérdés. Nyilvánvaló, hogy ebben az idő is sürget mindannyiunkat, mert szerintem nem megkérdőjelezhető az a közös cél, ami az európai versenyképességet jelenti, ugyanakkor nyilvánvaló megvannak ennek azok a nemzetgazdasági szempontjai is, amelyek azért azt is jelentik számunkra, hogy a felvidéken több munkahely legyen, ugyanúgy Erdélyben a szülőföldön maradás e módon biztosított legyen, de mondhatnám akár az összes többi régiót is. Én ezeket az alapelveket ebben nem szeretném megkérdőjelezni. Szerintem nincs ebben a teremben senki, aki ezt megkérdőjelezni. Nyilvánvaló, minden terv annyit ér, akár a Mikó terve vagy a Vekerle terve is gondolok, amennyit ebből a végre tudunk hajtani. A végrehajtásnak viszont van egy alapvető eszköz, amire elnök úr is utalt, ez pedig az, hogy milyen forrást tudunk magunk ehhez rendelni. Így a következő kérdésem az, hogy 2013-ra ezeknek a terveknek a végrehajtására van-e valamilyen forrás, ez átcsoportosításra kerül-e, illetőleg az, ami azt a 2020-as célállapotot jelenti, hogy valóban egy versenyképes régió legyen, hogyan kívánják ezt a jövőben felépíteni, és ebben mondjuk például a Corvinust hogy kívánják bevonni, hiszen azzal úgy vagyok, mint a hűséggel, mindenki beszél róla, de senki se látta még. Igazából nem nagyon tudom, hogy onnan milyen finanszírozási források, vagy egyáltalán hova került, tehát nem találkoztam még. Ez lehet, hogy egyébként az én hibám, nem az önöké, hogy ebben tájékozatlan vagyok, de ez érdekelne. A kérdésem még államtitkár úrhoz alapvetően, hogy hogy kívánják ebbe az egész komplex rendszerbe például a szakképzés kérdését bevonni, hiszen önmagában minden olyan vállalkozásfejlesztés, üzleti hálózat akkor ér valamit, hogyha ott megfelelő szakképzési háttér is van. Így én egyébként köszönöm a tájékoztatást, és szerintem ez az a kérdés, amire érdemes évről évre visszatérni, ahogy
önök is említették, végül is a kérdés az, hogy ennek a végrehajtását folyamatosan figyelemmel kísérjük. Úgyhogy elnök úr, képviselőtársaim, köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen. Államtitkár úrnak adnám meg a szót. Köszönöm szépen. Több kérdés is volt, valamire tudok válaszolni, valamire nem. Amire tudok, visszatérve itt a magyar tulajdonú cégeknek a határon túli reklámpolitikájában, nem tudom, mi az összefoglaló neve ezzel kapcsolatban mondani. Ugye anélkül, hogy védeném őket, mert nem szeretném egyébként, ugye értelemszerűen sajnos az a koncepcióváltás, ami a gazdaságpolitikában, amit említettem, például abban megjelenik, hogy nálunk az egész Kárpát-medence átkerült külről belre, meg itt a bizottságban is már megjelenik, meg az új alkotmányba, meg az állampolgárságba. Ez a koncepcióváltás az üzleti világ egy részében sajnos nem ment végbe. Ugye teljesen más, kerülve az erős szavakat, személyes beszélgetésekből kiderül, hogy nem véletlen sok esetben az, hogy ezek a feliratok hiányoznak részben, vagy egészben, akár állami tulajdonú, vagy állami által is mondjuk részvényes jogokkal rendelkező cégekben, mert sajnos kialakult egy olyan hozzáállás ez, hogy ha már bemegyünk üzletelni, akkor húzzuk meg magunkat, ha már beengedtek minket a piacra, akkor ne, nagyon egyenesedjünk ki, és ilyen hozzáállás. Ami szerintem egy rossz hozzáállás, és én bízom benne, hogy a kormányzatnál megjelenő, meg a magyar közéletben megjelenő új hozzáállás, az előbb-utóbb át fog menni, át kell, hogy menjen egyébként a cégvezetőknek a hozzáállásán is. Én nem távol álljon tőlem, ugye itt az a kérdés hangzott, hogy mit tud tenni a kormányzat. Hát ugye finoman fogalmaz az, hogy azzal a területi hatállyal probléma vagyunk, hogy tudunk-e bármiféle jogszabályi dolgot hozni Magyarország határain kívülre, még ha kedvünk is lenne hozzá, ezt azért nehezen tudjuk megtenni. Tehát itt egy finom, vagy kevésbé finom ráhatást lehet tenni. Én jeleztem a bizottságnak, hogy nagyon szívesen részben már ezen is, hogy levélben meg tudom keresni ezeket a cégeket, akik itt elhangzottak. De, és nem tanácsot adva a bizottságnak, én azt gondolom, hogy mivel magam is voltam ilyen bizottságnak tagja sokáig, szerintem például ezeket a cégeknek különböző vezetőit meg lehet erről különböző fórumokon is kérdezni. Akár bizottsági ülés keretében, hogy ők mégis hogy gondolják ezt. Nem biztos, hogy eljönnek, de hogy mondjam, tehát a finom nyomás gyakorlásnak több eszköze van. Az, hogy én írok egy levelet, az egy eszköz, és azt gondolom, hogy több hangszeren kell játszania azoknak, akiknek egyébként ez az ügy elkötelezetten a mindennapjait kiteszi. Azzal kapcsolatban, hogy mennyire az állam és mennyire nem csak az a probléma talán, hogy az állam azért területi hatályát tekintve nehezen hoz rendelkezést, de azért arra figyelni kell, és én ezért tartom fontosnak, hogy a civil kezdeményezések mögé kell állni. Tehát ott, ahol nincs civil kezdeményezés, ott vagy kell generálni, hogy finoman fogalmazzak, de ott nem javasolnám azt, hogy a magyar állam úgy menjen be egy ilyen területre, hogy nem találkozik ez minimálisan sem a helyi igényekkel. Ezért Szlovákia vagy Felvidék az egy speciális eset, mert ott van egy jó ügy, van egy jó mozgalom, ott oda lehet állni mögé, és nem lesz mindenféle a többség részéről talán kevésbé fölmerülő érzékenység. Ami az önálló sor, és ugrálok itt a nagyobb témák között, vekerleterv és határon túli gazdaságpolitika önálló költségvetés soron megjelentése, az a jó hír van, hogyha ha a vekerleterv nem is szerepel önálló soron, hiszen a vekerleterv az egy összefoglaló név. Én azt gondolom, hogy önálló sort annak érdemes adni, bár a költségvetésen nem én felelek, ami projekt jelleggel végvihető. De az a jó hír, hogy a Kárpát-régi üzleti hálózat már az idei évben is önálló költségvetési soron szerepel.
Tehát nem valahonnan lecsípve, nem, ezt próbáltam itt a bevezetőben, csak nem akartam ennyire részletesen kitérni, hogy a Kárpát régió üzleti hálózat, amely ugye egy állam által alapított, vagy részben állam által alapított ZRT, ez már önálló költségvetési soron szerepel idei évben is, bízom benne, hogy a jövő évben is, és egyébként ami én azt gondolom további konkrét projektek megvalósítása elindulhat 13 vagy 14-ben, azok többek között ezen a költségvetési soron értelmezhetők. Azzal kapcsolatban, hogy mennyi magyar cég van, ugye itt most pontos számot nehéz mondani, ugye több tízezer magyar cég, magyar alapítású cég van a határon túl, és erre se tértem ki a beszámolóban, de ugye és itt megint óvatosságot kérnék magunktól is, hogy ugye azzal, hogy most már félmillióhoz közeledik az újonnan állampolgárságot kérelmező magyarok száma, ugye tudjuk jól, hogy ennek a nem is tudom, 80-valahány százalék az a Kárpát-medencéből, vagy talán 90 fölött érkezik be. Itt gombamódra egy olyan új jogi kategória jön létre, amire nincs nemzetközi példa, meg magyar példa sem. Ez lényegében a magyar állampolgárok tulajdonában lévő, mindegy, hogy ez Magyarországon élő magyar állampolgár, vagy Erdély, vagy Vajdaságban élő magyar állampolgár által birtokolt cég. Na most, amikor a Kárpát-régió üzleti hálózatról beszélünk, akkor arról beszélünk, ezeket a céget megpróbáljuk bevonni. Tehát megpróbálunk egy olyan lajstromot létrehozni, hogy ezeket tudjuk. Mert eddig ugye az volt a probléma, hogy ki a magyar cég. És akkor egy belefutottunk mindenféle problémába. Most legalább van egy fogóckodó, mert azt tudjuk mondani, hogy az a magyar cég a határon túl, akinek a tulajdonosai között meghatározó hányaddal vesznek, vagy vannak magyar állampolgárok. Itt a elnök asszony kérdezte, hogy a pannonforrás, a korábban ugye résztvevő személyek, ugye azt azért látni kell, hogy maga a határon túlon való megjelenésünk, korábban ugye még amíg a hita előtt ITD volt, teljesen a külgazdasági rendszer szerint történt, tehát ugyanúgy akkreditáltunk oda embereket, legyen ez akár Kolozsvár is mondjuk, mint nem tudom, Szájgomba vagy Hosemivár mai nevén. Ez megváltozott ezzel a Kárpát-régióval, és ezekben az irodákban erdélyi magyarok és vajdasági magyarok ülnek bent. Pontosan azért próbáltuk levinni egy szinttel ezt az irodázat működését, és nem magyar állami hivatalunkként megjelenni, és ezért vannak a vegyes kamarák benne, mert pontosan a helyieket szerettük volna, az ottani magyarokat ezeknek az irodáknak a működésébe minél aktívabban bevonni. De egyébként a vekerletterv kialakításában a konkrétan nevezett intézmény belett vonva és segített is a munkálatokba. Hát én nem tudom, hogy tudtam-e válaszolni minden kérdésre. Hát a Tesco-ról csak így egy kis színesként a végén, hogy talán ebbe közre játszott az együttműködésbe, hogy korábban skót vezetője volt a Tesco-nak Közép-Európában. Köszönöm. Köszönöm szépen, miniszteri biztos úrnak. Köszönöm szépen. Szívem szerint a nyelvi kérdéshez is hozzászólnék, de nem az az én területem most, de azért annyit hagy tegyek ez hozzá. Ez nem fogja vissza ezért. De nem fogja ezért vissza. Többen vagyunk így a terület. Igen, én azt szeretném mondani, hogy minél erősebb a gazdasági jelenlét, annál erősebb lesz a nyelvi kényszer. Tehát áttételesen egy olyan programmal, amit én képviselek, tulajdonképpen az erős nyelvi jelenlétet is biztos, hogy segíteni fogjuk, hiszen az integráció minden szinten programjában a szakemberek, a gazdaság, a nemzetrészek folyamatos kapcsolatépítése fog szerepelni, és ez magával fogja hozni a nyelvi megjelenést is erősebben. Én szeretnék az önkormányzatok és a testvértelepülések dolgára egy pár gondolatot. A vekerletervről nem tudtam beszélni, de a vekerletervnek van egy olyan végrehajtási része, amelyik fel akarja térképezni, mert ilyen még nincs. A Kárpát-medencében levő testvér települések és együttműködéseknek a tényét. Nagyon sok van, sokfajta szinten. És nem csak azért, mert ez fontos, hanem azért,
mert ennek a gazdasági előnyöt nem használtuk még ki eléggé, erre mi építeni akarunk. Már konkrét gazdasági cél is lehet, hiszen az Európai Unió jelentős forrással támogatja az ilyen együttműködést, főleg, hogyha az két vagy három lábú. Román oldalról lényegesen jobban használták ki ezeket a forrásokat. Mi ezt szeretnénk központosítani, integrálni, és egy kicsit előkészíteni, hogy ne csak bilaterális, hanem három-négy lábú kapcsolatok jöjjenek létre, sőt, a most tervezendő nagy programunkba, a Vekerle programon belül tervezzük ezeknek a testvér településeknek egy országos vagy Kárpát-medencei találkozóját. Én is úgy gondolom, hogy ez egy határozottan fontos gazdasági cél is. Hasonlóképpen a másik felvetésre, hogy az önkormányzati cégek jelenlétét is természetesen akarjuk segíteni, és a magyar cégek a Kárpátaljai üzleti hálózatnak az a feladata, hogy ezeket a lehetőségeket tárja fel, ezeket közvetítse részben az önkormány, részben a magyar cégek fele, részben pedig erre szakosodott vállalatok fele, többek között a Corvinus RT felé is, ami szóba került, mert úgy gondolom, hogy a jelenlegi állapotban a Corvinus fel van tőkésítve arra, hogy magyar vállalkozóknak tőkebefektetéssel a terjeszkedését, növekedését segítse. Ugye pillanatnyilag az a helyzet, azt hiszem, hogy itt mindenki tudja, hogy a kereskedőház, az Exim Bank és a MEHIB és a Kárpát régió üzleti hálózat, ugye a Nemzetgazdasági Minisztériumnál van, a Corvinus pillanatnyilag a Magyar Fejlesztési Banknál, de ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy ez a ráhordás, ez az üzleti ráhordás, ez működőképes. Én Széli Katona elnök asszony felvetését is szeretném két mondattal lereagálni, ugyanis így van. A legfontosabb cél, hogy olyan integrációs szintet érjünk el 2020-ra. Sokan magyarázták ezt félre, amiben az európai versenyképesség a Kárpát-medencében létre tud jönni, és az pedig teljesen világos, hogy ez integráció nélkül nem tud létrejönni. Csak egy számot hagy mondjak. A Kárpát-medencében élő 50 millió ember, az körülbelül, de most nagyobb térbe gondolkodunk, az 10% az uniónak, a produktum pedig 3% a GDP. Nagyon nagy a feladat. Az itteni összefogás nélkül, aminek a motorja a magyar-magyar összefogás lehet, ennek a térségnek a felzárkózása kétséges. Tehát itt nekünk történelmi szerepünk van, én úgy gondolom. Az integráció meg fog történni, a kérdés csak az, hogy ki az integrátor. Mi nagyon szeretnénk, ha mi lennénk, mi álltunk először egy ilyen programmal elő, és ennek a végrehajtását most minden áron el akarjuk végezni. Hogy számok is legyenek, hogy konkrét eredmények. Erre mindenáron vállalatvezetőként nagy figyelmet fordítok, hogy indikátorokkal mérhető, eredményes, darabszámra, GDP-re növekedő eredménye legyen ennek a munkának. Ami persze nemzetpolitikailag is nagyon fontos. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Sándor Krisztina elnök asszony jelezte, hogy hozzá kíván szólni röviden. A bizottságnak erről szavaznia kell, de elég egy fejbólintás, vagy csak egy szemkontaktus a Jobbik részéről is, és akkor meg tudom adni. Igen, megvolt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntök mindenkit. Elsősorban örömet fejezem ki az itt elhangzott államtitkári és miniszteri biztosi felvezetésnek, és szeretném azt is elmondani, hogy hál' Istennek az utóbbi két évben többnyire rendszeres egyeztetés és kapcsolattartás van az MNT Gazdasági és Vidékfejlesztési Szakbizottsága és az illetékes hivatalokat vezető képviselők között, úgyhogy néhány tartalmi kérdésről már korábban is tudtam. És hát szóba került a Mikó Imre terv, és külön köszönöm az elnök úrnak is, hogy megerősítette azt, hogy ezt a nagyszerű tervet, ami egyébként ma már egy ilyen 180 oldalas részletes tervformájában valósult meg, legalábbis írásban egyelőre, hogy ehhez én is kérném hangsúlyozottan mind az Erdélyi Magyar Néppárt, mind az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács nevében, hogy
amennyiben van lehetőség a Nemzeti Összetartozás Bizottsága is, és a miniszteri biztos úr is, államtitkár úr is járuljon hozzá ahhoz, hogy a jövő évtől külön költségvetési tételbe lehessen valahol elhelyezni a Mikó Imre terv végrehajtásához szükséges valamekkora összeget, hiszen most már a következő lépés az lenne, hogy operatív programokat kellene kidolgozni a Mikó Imre tervből, és tudjuk jól, hogy egy operatív program kidolgozásához is kell egy bizonyos forrás, hiszen a Mikó Imre terv eddigi létrejöttét ugyan támogatták többen is, viszont elég sok önkéntes munka is van benne Erdély részről, úgyhogy a továbbiakban egyértelmű, hogy csak költségvetési háttérre lehet ezt folytatni. Egyébként éppen a hétvégén, pénteken és szombaton tartottak Székelyudvarhelyen egy gazdasági konferenciát. Az MNT Gazdasági és Vidékfejlesztési Szakbizottsága is együttműködésben a Kárpát-régió üzleti hálózat Székelyudvarhelyi irodájával. Többek közt ezért sem tudott jelen lenni Mátis Jenő, a gazdasági alelnök úr, akit azért is szerettem volna, hogy itt legyen, mert egyébként ő van leginkább témába ezzel a területtel. Csupán egy kérdés fogalmazódott meg még bennem hallgatva az itt elhangzottakat, és örülve annak, hogy ekkora egyetértés van egyébként ezzel az egész témakörrel kapcsolatban itt a bizottságban. Fölmerült bennem az, hogy elég sok magyar tulajdonos kapott vissza Székelyföldön, de általában Erdélyben jelentős központi ingatlanokat, központi színhelyen fekvő ingatlanokat, és az a kérdésem, hogy a Kárpát-régió üzleti hálózat tud-e segíteni abban, vagy gondolkoztak-e már abban, hogy valamilyen szinten segítséget nyújtani ezeknek a tulajdonosoknak, hiszen nagyon sokan nem is tudják, hogy mihez kezdjenek az épületekkel. Egyébként pont a héten itt Budapesten találkoztam egy Gyergyószentmiklósi már Budapestre elszármazott személlyel, akinek most ér véget a tulajdonvisszaszolgáltatási pere, és még nem tudja, hogy mit fog kezdeni egy több száz négyzetméteres központi ingatlan a Gyergyószentmiklóson, és az jutott eszembe, hogy jó lenne, hogyha ez a Kárpát-régió üzleti hálózat erre is odafigyelne, mert bizony elég sok ilyen tulajdonos van, aki jó néven venni, hogyha ilyen irányú segítséget kapna, és minden bizonnyal jobb volna, hogyha ez mondjuk egy valamilyen magyar cég székhelye, irodája, kül képviselete lenne, mint esetleg más formában kibérelni, vagy valami mást elképzelni ott benne, vagy ezekben, igen. És még egy másik szempontot szeretnék, mi otthon elég sokat beszélünk az érvényben levő nyelvtörvényről, ami ugye arra vonatkozik, hogy csak 20%-os, hogyha van 20%-os magyarság egy adott településen, akkor van lehetőség a kétnyelvű feliratokra közigazgatási szinten, és csak azt szeretném a bizottság figyelmébe is, meg a miniszteri biztos államtitkár úr figyelmébe is ajánlani, hogy amennyiben a magyar cégek kétnyelvű feliratairól van szó, akár Erdélyben, akár más határon túli régióban, akkor érdemes inkább egy ilyen alternatív küszöböt figyelembe venni, és a létszámra figyelni, nem a százalékra. Van egy javaslatunk is nekünk ellenézve, hogy a következő időszakban jó lenne módosítani a nyelvtörvényt, ugyanis például, hogyha megnézzük Kolozsvárt és Sepsiszentgyörgyöt, gyakorlatilag Kolozsváron több magyar él, mint Sepsiszentgyörgyön, vagy közel hasonló, tehát 60 ezres magyarság van Kolozsváron, és ugyanannyi, vagy közel annyi Sepsiszentgyörgyön, és ugye mennyire más a két magyar közösségnek a helyzete, mert hogy Kolozsváron nem érjük el a 20%-ot, Szentgyörgyön viszont 75%-ban magyar közösség. Egyébként a MOL és az OTP elég jó példák, egyelőre úgy néz ki a román gazdasági szereplők számára is, hiszen múlt héten olvastam, hogy az OTP bank mintájára két másik román bank is elkezdte a kétnyelvű feliratokat használni Székelyföldön, úgyhogy mindenképpen ez úgy néz ki, hogy a jó példa erejével hatva is akár a román cégekre, román bankokra is hatással lehet, úgyhogy csak folytatni lehet ezt a munkát, és köszönöm szépen, hogy köszönöm szépen, elnök úr. Elnök asszony, bocsánat, elnök úrnak adom a szót. Utána. Elnök.
köszönöm szépen a szót, nagyon megtiszteltetés a számomra, hogy itt lehetek. Végighallgatva a kérdéskör megközelítését, tulajdonképpen kétfelé kell választani. Az egyik az inkább a hely és az állami közigazgatásban helyt adó törvények, amik megengedik a magyar nyelv használatát Erdélybe. Ezen a téren Románia a törvénykezési szempontból nézve élen jár, csak nem tartják be. Tehát az a nagy gond, és azért az a felelőssége az Erdélyben lévő szervezeteknek, legyenek azok akár civil, vagy akár politikai szervezetek, hogy ezeknek a törvényeknek a betartását monitorizálják, illetve abban a pillanatban, ha látják, hogy jogsértés történt, akkor közbelépjenek. Ez sajnos se történik meg. Számtalan olyan önkormányzat van, például a Nagyvárad is, ahol bizony nem minden irodában van valaki kijelölve, aki magyarul kellene tudjon. Abban a pillanatban, amikor bemegyünk és keresünk azt az illető személyt, akkor azt mondják, hogy hát beteg, hogy nem tudom, mi történt vele, most kiment, és jöjjek másnap, addig meg oda rendelnek valakit. Ezért mi is hibásak vagyunk, a magyar szervezetek ezt a felelősséget azért a hatalom birtoklásának az idejével is arányosát tenném. Az Erdély Magyar Néppárt az igazából most jött létre, és most mi már megpróbálunk egy kicsikét más szellemet bevenni, csak az a baj, hogy ha rosszul szocializálódott a román társaink, akkor igen rosszul veszik ezt, hogy én most mit akarok, egy 24-25%-os kisebbségben élő település, én most miért kérem azt, hogy például a tanácson is én magyarul szólaljak fel? Azért, mert a törvény ezt lehetővé teszi. A másik dolog, ami rendkívül fontos, a magánvállalkozásokban, vagy általában az üzleti életben a nyelvhasználati jog, és itt szeretném felhívni egy ilyen ellentétpárra az önök figyelmét. Ezelőtt egy pár évvel Arad mellett, illetve Körös-Kisenő mellett, aki ismeri, azt tudja, ott van a határ mellett, Arad és Nagyvárad között körülbelül félúton. Egy ipari parkot létesítettek, és az ipari park létesítői többnyire olyan nyugati cégek, amelyik Magyarországon telepedtek meg, és onnan bővítették a bázisokat. Olyan menedzsment került annak az újonnan létrehozott ipari parkok működtető cégeknek az élére, aki előírta azt, illetve azt nem is előírta, hanem azt mondta, hogy előnyt élveznek azok a munkavállalók, akik ismerik a magyar nyelvet. Nagyon-nagyon fontos, és ezt a gazdasági élet tett mozgató szerveknek mondom, hogy nagyon-nagyon fontos lenne, én most látjuk, Nagyvárad mellett épülnek az ipari parkok, és olyan Nagyvárad, mi létrehoztunk egy jogvédő bizottságot, és olyan sérelemmel jött valaki hozzánk be, hogy egy koreai cégnél dolgozik, és azért bocsájtották el, mert nem volt hajlandó a szünetben például magyarul, románul beszélni. Tehát olyan menedzsment került annak a koreai cégnek a vezetésére, Bukaresten keresztül jött az egész cég, akik nincsenek ezzel a kultúrával megszokva, és megtiltják az alkalmazottaknak, hogy akár szünetben is magyarul beszélnek. Ezért rendkívül fontos, hogy a testvérvárosi kapcsolatokat felhasználva Nagyváradnak, akár Debrecenen keresztül, Miskolcon keresztül, Székesfehérváron keresztül, ott, ahol már léteznek működő ipari parkok, onnan felől jöjjön be a tők, és ne Bukarest felől, mert ez határozza meg a menedzsment mienségét, és ez határozza meg azt, hogy hogyan állnak a munkaerő kérdéséhez. Ez szerintem egy rendkívül fontos kérdés, hiszen addig, amíg a legelején pozitív példaként meghatározott Körös-Kisenő példába, ahol ráadásul szórványban élnek már a magyarok, szerintem több száz magyar családot hozott újból vissza a magyarok nagy családjába. Addig Nagyváradon ez a rossz megközelítése a dolgoknak elriasztja, és jogtiprásokhoz vezet. Ezekből perek lesznek valóban, tehát ez lesz a vége, de attól még nem oldódik meg a kérdés. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr, egy mondat. Köszönöm szépen. Ami az ingatlanokat illeti, amit Sándor Krisztina felvetett, felhívnám a figyelmet, hogy a Kárpát régió üzleti hálózat nagyon sokat tudna segíteni az egyházi ingatlanok ügyébe. Például a kolozsvári evangélikus püspök úr fordult hozzám még több mint egy évvel ezelőtt. Több ingatlanjuk van Erdélybe, Brassóba, a Kolozsváron, szerte Erdélybe, és nem tudták hasznosítani ezeket. Én megpróbáltam segíteni, de magyar vállalattal összehoztam, de az nem sikerült. Viszont nagyon értékes helyen lévő ingatlanok, mert belvárosokban vannak.
sőt iskolát visszakaptak. Köszönöm szépen, csak egyetlen egy kérdést. Én erről, ezen az ügyön már többször rugóztam, de nem nagyon kaptam senkitől semmilyen választ. Most felteszem akkor még egyszer, ha már itt szóba került a Corvinus ZRT. Ennek az elmúlt 8 éves tevékenységének valamilyen átvilágítása, értékelése megtörtént-e, és ha nem, akkor mikor fog megtörténni? Köszönöm. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Köszönöm, az utolsó kérdése nem tudok kompetencia hiányába válaszolni, mert itt már jeleztem, hiszen biztosan, hogy nem az NGM-hez tartozik a cég, hanem a fejlesztési bankhoz, de természetesen utána nézek, és ha van információm, akkor ezt megosztom. Azzal kapcsolatban meg természetesen nyitottak vagyunk minden ilyen. Tehát ez lenne a lényeg, hogy azért vannak ezek az irodák ott. Tehát én arra tudok biztatni mindenkit, akinek egyébként személyes, önkormányzati vagy szakmai kapcsolata van Erdélyben, az összes üzleti lehetőséget csatornázza be ott helyben, és ott a kollégák, és ezért mondtuk azt, hogy ez nem csak magyar-magyar, hanem felvidéki, délvidéki és egyéb kapcsolatokat is megpróbálunk ebben az ügyben megmozgatni. Köszönöm szépen, miniszteri biztos úr. Parancsoljon. Szépen, mint említettem, a civil szerveződést is bevonjuk ebbe a körbe, ez a Vekelle vállalkozói körök nyilvánosak lesznek, előre meghirdetett programmal, és gyakorlatilag ott próbáljuk ezeket a lehetőségeket feltárni, és megpróbálni becsatornázni. Értjük, tökéletesen látjuk a lehetőséget, és válaszolnék Zagyko úrnak is, minden idegszálunkon azon vagyunk, hogy minél erősebb magyar gazdasági jelenlét legyen. Nagyon sok problémát lehet ezzel kezelni előre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tisztelt államtitkár úr, miniszteri biztos úr, köszönjük szépen a tájékoztatót, a kérdésekre adott válaszokat. További jó munkát kívánunk, és reméljük, hogy akkor közösen bizottsági szinten is, illetve bizottság támogatásával, segítségével ezeket a közös célokat minél előbb meg tudjuk valósítani. További jó munkát kívánok, viszontlátásra. Egyebekben úgy tudom, hogy nincsen senkinek semmilyen kérése. Köszönöm a munkát, mindenkinek jó étvágyat kívánok, viszontlátásra.